Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Ez itt a Gavel Gamecsinek, naptudom, és pedig szolgálatra jelentkezem. És mint ahogy láthatjátok, Mountain Blade 2 Bannerlordot vettem így most elő. Kíváncsi vagyok, hogy mit felejtettem a játékból. Én is elég régen játszottam vele. Még amikor Early Access-ben megjelent, akkor viszont elég sokat elő-elő veszegettem. De így most már teljes verzióban van a játék, és azóta nem nagyon vettem elő. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a mai nap folyamán egy kicsit ránéznénk, hogy hogyan kell létrehozni amúgy egy királyságot, vagy legalábbis egy kisebb csapatot, akivel a környéken tudunk fosztogatni. Úgyhogy kezdjünk is egy új kampányt, és akkor nézzük meg, hogy milyen lesz a játék. Szerintem sokatok által biztos ismert, és lehet, hogy kedvelt is. Úgyhogy egy nagyon jó kis időtálló játék, és nagyon sokáig lehet vele tolni. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Okay. Hát ez a videó biztos, hogy nem volt benne, úgyhogy ez nekem is új volt. Nagyjából elmesélte itt a sztorit, hogy mi és hogy történt. Ugye lehetünk itt többféle fajjal is. Én őket szeretem. Nekem vagy ők voltak mindig is a kedvenceim. Úgyhogy szerintem maradok ők náluk, de azért megnézhetjük, hogy a többi esetleg mit tud. De vannak jó és rossz tulajdonságok is. De maradunk ennél. Oké. Okay. Karakter. Hát, nem sokat változott a emberünk. Tudjuk növelni a magasságát, legyünk inkább ilyen kisebbek. De azért legyünk kipattintva rendesen, ugye? És legyünk soványkásak is. Ha arcot meg ilyesit nem nagyon változtatok, az nem. Legyen ilyen erőteljes hajunk. Majd nézzünk valami erre a korra illőt. Inkább, ha meg kardos pajzsra hányúsak vagyunk, akkor inkább ez a haj, már tudja a franc. Legyen ez. Aha. Hát így azért nem nézünk ki rosszul, ugye? Jó lesz ez, nem nagyon
változtatunk rajta, mert tovább szakál, ilyesmi az nem kell, ez egy jól szociált úriember, borotválkozik minden nap. Oké. Legyünk kovácsok. Hát szerintem a kovács lesz az, ami idő. Igen, maradunk a kovácsnál. Ó, itt az egész jól ad. A social-t nyomja. Ez controlt. A vigort. Akkor maradunk a lovasok. Hát ez is social. Nem akarok íjászkodni. Ez nem olyan rossz. Ez itt nyomja a kovácsot meg az intelligenciát. Ez jó lesz. Na, ugyanis kovácsolással akarok foglalkozni. Régen abban tudom, hogy jó pénz volt, nem tudom, hogy az most is éle még. Úgyhogy maradunk ennél. Nem. Egykezes kard, az jó lenne. Ah, ez adna az endurance-ra. Ez lesz szerintem. Mert ez ad az endurance-ra is, meg a lovacskára is, meg az egykezes fegyverre, vagyis hát a polearmra, erre a lándzsára. Ez ad egykezes fegyver, de ez... Ezt mondhatni mindenre? Nem, ez jó lesz. Oké. Okay. Ja, megint az endurance-t kéne növelni. Aha. Ez ki növeli a smithinget, meg a kereskedelmet. Az egykezest. Ezt az endurance-t és ezt. Legyen ez kell az endurance. És gyorsló lesz szerintem. Aha, gyorsló. Raptor lesz a nevünk. Úgy itt szépen végigviszi, hogy mi az, amiket úgy kapunk. Hát nem tudom. Ilyen szerintem easy. Ez marad. Menjünk ezen az easy-n. Tényleg régen játszottam, és lehet, hogy egyből le fognak ütni, mint a taxi óra. Hello. Hát, skippeljük a tutoriált. Szerintem. Talán még valamennyi megy. A játékból. Lévelünk. Oké. Okay. Válasszunk zászlót.
Ez mindig a legnehezebb, hogy ezt egész végig cipeljük. Tudom, hogy nem jó, hogyha túl nagy, mert akkor nem látszik rendesen. Leszünk ilyen keresztesek. Na, az jól néz ki. Még semmi nem látszik a pajzsom. Amúgy. Hát legyen ez. Szerintem. Ez jobban néz ki. Oké. El kell is... Aha, Mountain Bandits, ott haltok meg. Bár... Csatázunk egyet, rögtön az elején. Hárman vannak. Mi baj lehet? Legfeljebb kiütnek a nyerekből. Kapta. Lehet váltani kéne fegyvert. Ez halt. Lobbigál a kavicsal amúgy, tehát nagyon szemetek. Egyet! Jó, hát mondjuk ez a ló, ez nem arról híres, hogy amúgy versenyló. Aha, ez mellé ment. Megint egyet csaptam rá csak. Jó, visszavesszük a kardot. Aha, a ló miatt pont megütöm a lóval. Aha. Kapott a ló egyre elég erőt, teljes vágást. Elmegyünk messzebbre. És akkor megpróbálunk rájuk fordulni. Majd ha sereg lesz, akkor már jobb lesz. Mellé. Jó, nem fordul ez a ló rendesen. Kemény harcokban vagyunk most, kemény harcokban. Ez az! Meghalt! Még megütötték a lómat. Gyors lóval menekültünk el, hát nem tudom, amúgy. Kaput a 82-t. El kell próbálni, hogy karddal csapkodni őket. Ez az! Meghalt! Mindenki meghalt! Győzelem, szegény lómat meg szétvágták. Oké. Okay. Már nem emlékszem viszont, hogy kell befejezni a tényleg tabba. Oké, okay, hát ugye van egy fogjunk, hogyha akarunk ejteni, de nem akarunk, mert csak a baj van vele. A loot viszont jöhet. Ezt nem tudom, micsoda. Banner.
Nincs effekt, jó. Eljövünk ide. És akkor megnézzük ezt a smithit, hogy ez hogy működik. Rebuild. Javelin. Rendelések. Hú, hát ez nagyon megváltozott, ez nem ilyen volt régen. Az biztos. One hand. Pike, two hand. Azt tudsz, hogy ez nem ilyen volt régen. Az fix. Jó, elvileg van egy kis pénzünk, úgyhogy be kéne menni a traderhez. És venni kéne. Az a kis drágábbak lettek. Ezeket eladjuk. És wood kellene nekem. Nincs nála wood. Ne szívassál, mert... Hardenwoodja, megváltozott az ikonja, aha. Csí! Jó, sokat fizetünk. Oké. Okay. Nőtt egy kicsit a kovácsolás. Uff! Ez elég sok mindent ad. Oké. Okay. Van még izénk? Van. One hand. Hogy tudjuk állítani, hogy ne one hand legyen, hanem two hand. Itt. Aha, crude ironunk viszont nincsen. Crude iront kéne szerezni. Iron ore. Nincs pénzünk. Nincs pénz. Ez probléma. Mondjuk ezt eladhatjuk. Akkor meg egy kicsit smithizni. Nem így kell visszalépni. One. Two hand. Megpróbálunk egyet legalább lecraftolni. Ó, bakker, de a roped iron nincsen. Ez probléma. Egyet tudunk, jó. Hát most meg idén nincs. Áh. Kell még egy hardened wood. Sőt, lehet, hogy kettő kellett volna. Nem emlékszek, hogy egy vagy kettő kell. Oké, visszamegyünk a smithihez. A kettőből csinál egyet. Ez az. Nem? Bocsánat, bocsánat. Jó kis srácok, mindjárt visszalázódunk egy kicsit a játékba, csak kell egy kis idő. Refine-olunk egyet. Így van egy. Átmegyünk ide. És megnézzük, hogy mennyit ad érte a játék. Tehát, hogy mit változtattak ezen.
Oké. És akkor menjünk vissza a traderhez. 500-at ad érte. Nem jó. Éppenséggel, de nem is rossz. Többet költöttünk, mint amennyit. Keresni kéne ilyen lootereket. Vagy ilyesmiket, hogy tudjunk harcolni egyáltalán. Aha, 11 darab. Oké, hát az lehet, hogy nem lesz izé. Így sokan vannak. Próbálni egyből ők, legalább a szélsőket ki, vagy hívják, hogy megdobálnak minket, kész. Aha, nem halt egyből. Az baj. Ez most hosszú lovaglás lesz, srácok, az már egyszer biztos. Ez kapott egy 50-eset. Egyet is nem bukott el a csávukánk. A lovat viszont megdobálták szegényt. És miért tetted el a pajzsot? Hello, vedd elő! Ez mellé ment. Fordulunk közben. Kövek kellene dobálni, tudjanak minket megdobálni. Akkor jó, amikor nem dobálnak. Hanem csak leszúrnak egyszerűen a vasvillával. Jó, hát ez a rip lesz. Én nincs távolsági fegyverünk, tehát nem tudjuk őket íjjal operálni. De az elején ilyenkor jó az íj. És nem halnak. Tehát nem halnak. Oké. Egy halt! Ez az! Győzelem! Is lehetett volna, de nem. Eléggé megsebeztek azért, tehát hogy... Ők eléggé kemények még hozzám képest. Kettő halt, meg én is kaptam egy nagyot. Még 9-en vannak. Ez elég sok. Három halt. Kevés a HP-m, az a baj. Na ez a baj. Ez rip lesz. Belementem a tömegbe. Ez mellé ment. Az baj, kiütik alólam a lovat, akkor egyből halok. Ez biztos. Elég keveset tudok sebezni sajnos. Kellenek jobb fegyverek. Több eszköz. Ugye az eleje az ilyen nyögben nyelős, majd később, amikor már lesz hadseregünk, bent tudjuk tartani, akkor már jobbak leszünk.
Főleg így, hogyha ilyen bénán szúrok a láncsával. És még mindig nagyon sokan vannak, tehát az a probléma, hogy nagyon sokan vannak. Lóháton egy kisebb sereg ellen harcolni, hát itt meg a pálya széle. Ez az. Ott is borult egy, aztán 4-et vittünk el eddig a 11-ből. Az azt jelenti, hogy még mindig nagyon sokan vannak. Ló kapta, ló kapta. Kiütik a lovat alul a mondástól, vége. És a lovat nem szabad elveszíteni. Á, nem értem el. Rövid a láncsa. Nagyon tömörülve vannak most, az a baj, kicsit széjjel kéne őket húzni. És nem halt meg! Karra lőttem neki, karra szúrtam. Oké, az viszont halt. Elég véresek amúgy ment, tehát hogy lehetne még esélyünk, hogyha ügyesen játsszuk ki a dolgokat, de ugye nekik is lehet szerencséjük, és eltalálhatnak minket. Elvileg ezzel a láncsával nem kéne olyan közel menni, de... 96 is fejbe lőttem. Tehát fejbe szúrtam a láncsával. Nagy a fordulókör ennek a lónak, meg elég lassú. Az nem jó. A mellé. Elkaptuk a szélsőt, ez az, jók vagyunk. Ja... Ez a polearm, ez a láncsa, lovassági láncsa, ez egy fejlődik, ugye elvileg ebből vagyunk jobbak, nem pedig az egykezes fegyverekből. Ott középről kilőttünk egyet, fejjel, fejlővést kapott, headshot! Most már csak 4-en vannak. És most jön a baj. Meghaltunk. Basszus kulcs. És ugye most fogságban vagyunk. Tudunk, hogy hívják olni egy picit, a riding, meg ezeket tudjuk húzni. Hát itt ugye a manőverezés, vagy pedig nagyobb charging, legyen a charge. Polearm. Csak lovon kérek. Köszönöm. Ezt fogjuk húzni. Föl, ameddig lehet. Oké, és ugye a questek, vagy itt vannak a questek, hogy mit kell úgymond elérjünk. Van rá még egy pár napunk. Na jó, most már megszökhetnénk.
Hárman vannak. Nem fogom hagyni, hogy... És pont egy falu közelében vagyunk, de jó. Már megint! Vissza akartam szerezni a pénzt. Úgy látom, nem is veszték el. Mindegy, akkor is megöljük őket itt már, ez bosszút kíván. Nem fizetek nektek, ezt felejtsétek el. 6%-os a HP-nk. Megharcolunk velük, nem hagyjuk magunkat. Ő, ma itt is vagytok, hello? De miért? Hát én szúrtam előbb. Jó nagy gomba volt, láttátok? Ez komoly. Abban egy kisebb család jól lakik. Egy hétig kb. Azaz. Lehet, hogy az elején már el kellett volna osztani ezeket a pontokat, és akkor a... Anyán... Pont megdob, érted? De jó a célzókát, hello öreg! Jó, ezt kell menjek, nem tudok ráfordulni. Nem manőver ez valami jól ez a gebe. Ehhez kell valami komolyabb ló. És te is meg fogsz halni, csak szólok. Aha, persze. Gondoltam én, hogy meg fog halni. Hát menj már! Na milyen mesterlövés az a csávó? Győzelem! Jó, mondjuk kellett neki egy hónap, de akkor is. Minden cuccomat elszedtek a szemetek. Sokat ér ez a izé. Legarmor. Ez hatos. Ezt cseréljük. Jó, a nehéz tízzel tudjuk, hogy túlsúlyban vagyunk. Ja, bejövünk ide. Itt van torna, jól látom, de az a baj, hiába veszek részt a tornán, meghalok. Nem tudom felszerelni ezt a izét, mindegy. Van egy darab szőlőnk, meg két vasunk, meg ezt el tudjuk adni. Nézzük, mit tudunk itt készíteni. Ez 674. Sok pénzünk marad. Viszont nincsen fa. Jól látom. Lovat viszont tudnánk venni. Á, nincsen fa, úgyhogy nem. Csatlakozunk a tornához. Megnézzük, hogy tudunk-e esetleg itt valamit összeszedni. Skippeljük. Tizet. Aha, oké. Okay. Ja, hogy HP-m sincsen. Hát, ez szép volt. Ez szép volt. Oké, okay, hát ezt nem vigyeltük.
Ez jó volt. Jó, várnunk kell egy kicsit a városban. Hápit föl kell nyomni. Kevés a HP-m. Az éjszakát szerintem végig várjuk. A hírnévőről meg ne is beszéljünk, tehát hogy ez megint csak nullos. Pénzünk se sok van, kajánk az van egy kevés. Még most. Hatalmas seregek mennek itt amúgy. Hát, menjünk ide. Szerintem azt mutatja, hogy miket lehet kapni. Ott van Luther csapat. Ezek meg fognak támadni. Éjszaka nem akarok viszont velük harcolni, de nappal lehet, hogy jó lenne. Meg nem az erdőben. Gyertek ki ide, légy szíves a tisztásra. Azt a mekkora sereg. Az erdőben nem jó. Aha, az egy ötös. Az ötös az jobb. Hova lettek? Ott vannak. Egy ilyen ötössel megküzdünk most. Ügyesebben, mint eddig. Oké, nem sérültünk, ez nagyon jó. Ellenben viszont dobálnak ugyanúgy kavicssal. Ott van egy lemaradt ember. Megpróbálunk arra ráfordulni. Aha, az kapta is. Nagyon jó. Kaptam én is, hogy megdobáltak, de... Ott is van egy lemaradt ember. Csak nem jó oldalon vagyunk. Pont nem értem el. Pedig olyan jól le volt maradva. Most újra összeálltak. Mindig megpróbáljuk a bal szárnyat támadni. Aha. Most nem sikerült sebezni minket. Talán a lovat egy kicsit. A lovasz kapott. Oké, ez most jó lesz. Ott van egy lemaradt. 68 csak. Vába szúrtuk. Kell egy jobb lándzsa. Egy gyorsabb lóval nagyon komolyat tudnánk adni neki. Mellé! Mellé! A fejét céloztam is mellé! Nem baj, srácok? Meg lesz az, figyeljétek, figyeljétek. Most dobunk egy karikát. És... Ott van. Ott van! És megint a vállát találtam el szegénynek. Lehet jó lenne izéket toborozni. Embereket. Mellé. Hello. Ez is vál. Kell egy kicsit, hogy fejlesszük az emberünket. Oké, okay, az is hal, de én is kaptam 34-et valamelyiktől. Egy vál lábat.
Oké. Okay. Szépen növögetünk szintügyileg. Elvisszük, amit el lehet. Az, hogy rengeteg ilyen haszontalan cucc van nálunk. Hát ezt a 7 looters, erre még rámegyünk. Mondjuk kevés a HP, nem baj. Nem baj, srácok. Megpróbáljuk megint ugyanazt, mint eddig. A szélsőket kell elkapni. Az első rohamnak már jónak kell lenni ahhoz, hogy... Aha! Hogy tudtál ekkorát sebezni? Hello? Hát ez lehet, hogy megint trip lesz, amúgy. Így ebben a formában. Azt a mindenit. Nem? Majd megszökünk. És egyet nem öltem meg, tehát ez így... Hát ez így vicc. Gyengék vagyunk még, tehát mindenképpen föl kell húzzuk azért, hogy tudjunk... kovácsolni normális fegyvert. Mert ez így rip lesz mindig. Bemegyünk ide. Hát nézzük, hogy itt mi van. Eladjuk a nálunk lévő cuccokat. Hát nincs nálam semmi, mert ők elvették. A vasat meg mindent. Fúgi jó. Igen. Aha, nincs elég pénzünk se rá. Nagyon jó. De van. Akkor legyen 6. Ebből, és akkor... Nem, hanem smithizzünk egyet. Ezt még nem tudom leolvasztani, ja nincs fa, előbb finomítani kell fát. Négy darab bolond vagy? Semmi receptet nem oldottunk föl egyelőre. 4 és 2 kell hozzá. Oké. Okay. Az nem jó. Akkor visszamegyünk a traderhez és eladjuk a Fine Steel-t. Meg a steel-t. Négy. Még 2. Megnézzük ezt, hogy ez mit ad. Ha beolvasszuk. Még kell fa. Á, nincs elég pénzünk. Oké. Okay. Az úgy vicces lesz. Elvileg most van. Ugye? Így 800-at kaptunk, azt hiszem, egyért. Jól emlékszem. Hát ez csak 600.
Szemetek. Ez majd akkor lesz jó, hogyha ezt tudjuk változtatni. Ez nincsen nálunk. Szóval tudnánk csinálni. Na majd legközelebb. 500 a pénz. Legyen ez. Ah, ez kell nekünk. Ez az, amire szükségünk van. Oké. Ah, megint pihenni kell. Bakker. Akkor csökken a hírnevünk is. Mindenképpen harcolni kell, az a baj. Volt küldetés, ha jól láttam. Megnézzük itt ezt a küldetést. Nem így kellett volna. Még egyszer. Hanem így. Oké, mit kell csináljunk? Mi is volt a küldetés? Nézzük csak meg. Mi az a mules? Ez milyen állat? Összvér. Ha honnan szedjék én neked összvért? A bolond vagy? Ember. Aha, szamár. Konkrétan nem is összvér, hanem szamár. Hát elég drága amúgy, hello. Három szamár, érted, az 165. Hát 4x165, az elég sok. Annyi pénzünk nincs. Ajaj. Mégis ezt a hármat szerintem meg tudom menni. Az oké. Okay. Csak onnan szerzek még szamarat. Nézzük a másik várost, van-e ott. Csacsi. És a szamarak miatt vagyok ilyen baromi lassú. Lehet. Aha, itt nincs szamár.
még itt nagyobb város. Fönt. Elég lassúak lettünk. Trader, aha, itt van, viszont itt 120-ba kerül. Egy, egy, Isten. Nem, jó. Hát ide mennyi, hely. A szamárak miatt vagyunk ilyen baromi lassú 3,2-esek, biztos, hogy a szamár miatt. Oké. Okay. Hé, kevesebbet adott, ha nem ennyit mondott. Bakker. Ez most megszivatott. Nem figyeltem a pénzt, amúgy nem ennyit ígért. 980, és akkor izé, meg ráhagytam. Na, itt vannak már megint ezek a jó képességűek. Mennyi 100% a HP, már gyertek ide. Most adunk nekik. Vagy ők nekünk. A lányzsa. A lényeg, nem szabad beléjük rohanni, totál. Akkor úgy járunk, mint az előbb is, hogy levernek a lóról. Most minden 100%-os, úgyhogy hát heten vannak. Ezek most tudtam fejbe szúrni. Mellé. Na, kapott a lova. Nem tudtam megszúrni, messze volt. Megállt a szemét. Ott egy ki van húzva. Egész jól a tömegből. Azt kéne levadászni. Bár mondjuk most már újra csatlakozott hozzájuk. Még öt. Még öten vannak. Volt kettő, le van maradva. És nem találom el. Azt a mindenit, nem hiszem el. Pedig olyan szépen ott állt egyedül. ...129-es fejjel nem halt meg. Megint nem értem el az emberünket. Vagy meghalt? Kettő, négyen vannak. Akkor csak meghalt. Az is meghalt, ez az. Már csak hárman. Mellé. Pedig meghalt. Csak nem írt a pirosra, azt hittem nem halt. Az az, ez most megszívta. Még ketten vannak, én és Tömas szerintem le tudjuk őket győzni. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem le kell tudjuk őket győzni. Főleg így, hogy most nagyon mennek a fejesek. És borulnak egyből. Erre érek is, barátom. Azt mondja, leüt a lóról együttésből. Azt hittem.
Hát nem kellenek foglyok. Tudunk velük mit kezdeni, sajnos. Ó, és van egy csomó loot. Csomó, hát. Van nálunk loot, inkább maradjunk annyiban. Igen. Ezt be is visszük ide. Van ez pontunk, van. Valamire kéne tenni. A polármot húzzuk egy kicsit. Ezt is kéne fejleszteni, az egykezest. Jöhet még az Endurance-ra egy kicsi. És akkor ugye a kovácsolás is szépen megy följebb. Oké, és akkor nézzük a lootot, mi van nálunk. Ez nem jobb. Hát ez lehet, hogy nem, ez se jobb. Ez se jobb. Hát konkrétan egyik se jobb. Úgyhogy ez mehet mind a traderhez. Nem sokat érnek, de valamennyit. Még így is túl vagyunk terhelve, szerintem a szén meg ezek viszik a problémát. Ah, tudnánk embereket toborozni, ha lenne. Ember nincs. Van-e fa? Van. Azt megvesszük mindet. Az biztos. Ebből is veszünk egyet, és akkor mehet a Kovács bajnokoskodás. Mondom, Kovács. Most már kettőből hármat csinálunk. Ez nagyon jó. Itt lesz bőven cuccunk. És akkor tudunk smeltingelni. Növekednek a cuccok, de még nem eléggé. Ez négy kell. Ezt tudunk olvasztani. Oké, így már van hat. És így 4-4. És akkor még maradt szenünk is. Jó, mehet a forge. Előbb-utóbb csak jó lesz. Csak tudunk valami normális fegyvert kovácsolni. Hatszázhetven, ez az. Ez még mindig lófüty. Sajnos. Van rendes ironunk. Ezt el kéne viszont adni. A tradernél. Ez most egyelőre nem kell. Van egy kis pénz. Megint a traderhez megyünk, van bugio. Legyen egy pickex. Ezek olcsóbbak aránylag. Fogjuk rá. Legyen egy ilyen. És akkor megint smithizünk. Oké, ez megvan. És elfáradtunk. Jó, pihennünk kell egyet. Hát srácok, most van egy kis pihenési idő. Ott 11 looter szaladgál, hát azok elég kemények. Oké, stop. És Enter Smithy, szerintem kipihentük magunkat, így van. Hogy jöhet a finomítás. Ó, tudunk csinálni rögtön egyet. És ez ad fát. Az is nagyon jó. Sajnos más még nem nyílt meg.
De viszont kezdenek megnyílni dolgok. Ez az, alakulunk. 77-es a damage-e. Így mennyit kap? 6-18-ot. Ács, ez meg. És mindig túl vagyunk terhel. Fine, az mehet egyelőre. Sima iron is. Steel is. És most már kezdünk pluszba jönni ki itt a kovácsolás dolgokkal. Úgyhogy innen fogjuk, srácok, folytatni ezt a kis építkezést. Lehet, hogy majd egy picit fogok húzni jobban a kovácsolás, hogy ne kelljen itt nézzétek azt, hogy állandóan itt a kovácsolással szenvedek. És akkor hát, hogyha jobban tudjuk pörgetni a dolgokat. Aztán pedig elmegyünk majd a saját területünkre, toborzunk embereket. Már lesz elég pénz, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy mit gondoltok a játékról, és akkor várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek, aliali sziasztok!